Kérés nélkül elkészíti az adóhivatal a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét, Heves megyében ez mintegy 140 ezer embert érint. A hivatal a saját adataiból dolgozik, az ügyfeleknek csak ellenőrizniük kell a tervezetet, hívja fel a figyelmet dr. Paskujné Pivku Mónika, sajtóreferens. Az SZIA bevallási tervezetet nem kell kérni, nem kell külön kérni a magánszemélyeknek, nem kell a saját munkáltatói kifizetői igazolásokat eljuttatni a NAV-hoz. Tehát nem kell postán eljutatni, illetve személyesen sem kell behozni az ügyfélszolgálatokra, hiszen a NAV-nak van egy adatbázisa, amelyből össze tudja állítani az SZIA bevallás tervezetet. Azok a magánszemélyek, akik rendelkeznek ügyfélkapuval, csak azon keresztül tudják majd leellenőrizni március 15-től. Azok viszont, akiknek nincs ügyfélkapujuk, kérhetik a tervezet kipostázását SMS-ben, telefonon, levélben vagy személyesen az ügyfélszolgálaton keresztül. Eddig közel 12 ezeren kérték a NAV Heves megyei igazgatóságát, hogy postázza a bevallási tervezetüket. Fontos, hogy mindenki nézze meg a tervezetet, mert azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről évközben nem érkezett adat a NAV-hoz, az adózóknak maguk kell számot adni. Ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére.